Hello! Sziasztok, srácok! Mindenkinek szép délutánt! Ismét Forma 1-jel jöttünk, mert azóta sem bírtam feldolgozni azt, ami legutóbb történt. De és ezzel most muszáj változtatni. Nagyon jó voltam úgy, Dávid. Vagy rontani. Ezt majd még meglátjuk, hogy melyik irányba fog alakulni a dolog. Nagyon remélem, hogy inkább szépíteni is sikerül majd rajta, mint rontani. Fé, ha már jó kifogtad ezt az ebédet, akkor szerintem tudni, ja. Menni fog. Ja. A csirkemány... eléggé megosztó. Eléggé megosztó ízvilágilag, oké? Okay. Szerintem szar. Nem olyan, mint a májkrémes kenyére, szögezzük le. Ha eddig bárkiben is hasonló... hasonló kételyek lettek volna, meg tévedések, mint bennem. Igen. Másfelől... oszd mi újság arra? Üdv mindenkinek. Na, én próbálom itt bebutolni, miről van szó. Én is jól vazsom vissza, hogy mi van. Közös kemez, felkeltő elkem kettő. Finom, szeretet. Hát egészségedre biztos. Apám is amennyit tud, eszik belőle, tehát hogy érted. Nem tudom, nem olyan rágós. Nem. Igen, amikor úgy néha vele haraptam, akkor néha elhittem róla. Vagy ez az omlósabb fajta? Vagy igen, nem tudom, valami lehet, hogy néha elhittem róla, hogy igazából hús. Tehát ilyen hús állaga volt. Aha. De mégse. Utána gyorsan ki. Ki kellett, hogy ábranduljak. Közérdekű közlemény, most már van olyan, hogy felkértek command, a Nightbotban lévő commandokat lehet ezzel megnézni, ott egy kicsit megritkítottam a dolgot, illetve van olyan, hogy felkiáltolják command 2, ahol pedig a gizis parancsokat láthatjátok, és nagyon fontos, hogy most már a gizis parancsoknak a... jó, nem sok, de három pont, ami lényeges, nem itt működik a cseten, hanem a gizire kell ráírni sutogó üzenetbe, whisperbe. Oké? Okay? Tehát ez azt jelenti, hogy ha... C-vel gondolom, command, nem? Persze. Akkor tehát hogyha beírod ide a fekete rangot, az nem fog működni. Se a fekete follow, se a next rang, hanem azt privátba kell leírni gizinek, és privátba fogod visszakapni azt, hogy mi éppen a aktuális rangod, meg hasonló. Tehát lényegében, ami személyes, az működik csak privátba? Ja. Nagyjából. Ja. Tehát személyes. Utána, hogyha valakinek éppen... mert most aki kiválasztott, azt ide rakta. Tehát az nem olyan személyes. Gondolom. Ja. Nem? Hát mert az... hát ja, hát... ez tehát az mindenkire tartozik, de mondjuk egy follow, hát most az... igen, érted? Ez még majd így alakítás alatt van, hogy mi hova kerül, de... még nem lehet megnézni másnak a follow-ját, hogy mióta követ? Érdekes. Hát ja. Sajnálom. De hát ne turkáljunk más életében! Ez így van, szóval... watch time, ó. Ó. Akkor ez is át fog kerülni. Amúgy commands gizi lehet, hogy úgy egyszerűbb lett volna. Meg commands... nem tudom. Persze, és akkor még... kódnevet, meg minden. Következő pályánk Nagy-Britanniában nem más, mint a Silverstone nevű pálya. Így van, meg Angliában. Pálya legalábbis. Hát én távoli emlékeimből arra emlékszem, uha. Hogy uha. Hát nem. Nem túl lágyak azok a gumik. Hát nem, itt több kemény van, mint... itt nagyon puha. Kemény. Igen. És... tehát én távoli emlékekből arra emlékszem, hogy ez a pálya jó, és egyik kedvencem volt, és szerettem, hanem a legkedvencebb, de nem tudom, hogy miért. Igen, bennem az maradt meg, egyet, hogy ilyen gyorsabb kanyarok rá. Vannak benne egyébként. De nem az tudom, jó hogy... is lehet. Szia, Pingo! Az jó. Jó, könnyebben össze lehet törni egymást. Pályarajzot. Az biztos, annak örülök. Belemész az egy nagy kanyarba, azt elrepülsz. Fog, Dávid. Jó lesz az úgy. Hú, ha eléggé esős az idő. Ne. Fasza. Ne. A Maggot Bucket Chapel 3-as sikán az fullgázos. Ez a neve, hogy Maggot Bucket... ez az egész... majd ráérzünk, az biztos. Esőt nem mond. Egy darabig. De hogy felhős lesz, az biztos. Ó, Dani, ezt úgy mondod, mint hogyha nem lenne vele foglalkozva. Hát te tudnád, hogy milyen lenne, hogyha nem lenne vele foglalkozva. Na, akard megtudni. Jó. Nem modi. Hát igen, ez is egy rang. Vannak modik, meg vannak nem modik. Tehát, hogy... érted? Igen, én most már pályára ez a pályára. Ha jól tudom, van olyan része, ahol ilyen szűkebb utcaibb a dolog, de... de rohadtul nem utcán vagyunk, de amúgy...
De hú, ha kimegyek a pályára, akkor na, érzem, hogy... Feri, várjál már, meg menjünk már Romiba. Hát, most álljak meg akkor. Még nincs kint senki, úgyhogy... Félreállok addig. Szóval most már a rangparancs működik, de mégsem itt a csetet fogjuk vele teleszarni, szóval azt hiszem, hogy ez így jól fog működni. A második vonalig megy a bot. Csak úgy szólok. A második vonalig megy a bot. Második vonal. Aha. Amikor egyenesen mész fölfele, odáig megy. Oh. Jó, én már most csúszok. Megijedtem. Mert van, hogyha nem szólsz. Na. Lássuk Silverstone-t, srácok. Jobb három. Jobb három. Bal három. Ja, hogy arra megyünk. Hol vagyok? Ja, ott vagyok. Még bejáratos a motor alatt. Hú. Egy de jó drifteltem. Aha, rémlik. Nagyon óvatosan kell nyomni a gázt. Hát olyan hideg az aszfalt, mint az állat, azt olyan keményeken vagyunk ki, mint a... Hát én nem is értem. Csak a falnak. Ja, hogy ez olyan kemények a gumik, mint a jobb orgián, hallod? Ez itt 8-as. Ja igen, ez itt az. Várj, melyik? Honnan tudod, azt tudod, hol vagyok. Na nem. De jó volt ez a gyors sikán. Na ott fogjuk összetörni egymást. Ó, igen, ez itt lehet, hogy fogázasam. Előfordulhat. Igen, valami már kezd rémleni így. Nekem is. De jó annyit az tudok, a kis hogy kettő célegyenes van. Aha, tehát aha, itt beringatod az autót. Azt motoros pálya indul onnan? Motorosok? Nem tudom, viszont igen, van itt a másik itt cél. A box utca bejárat. Jó, azt meg fogjuk találni. Nincs eldugva. Illetve a másik rajtrács. Ez hol van, Feri? Meg fogod látni, jobbra be kell menni majd. Vagyis azt hiszem az térképen. Ja, itt van a box utca bejárat. Igen, itt kell kiúzni. Váó, wow, itt teljes kanyar. Első kanyar 8-as, kicsit hallod? Visszaveszed. Itt, tehát egy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tököm pedál! 11. Majd, hogy nem egy 10 másodpercet nyersz akkor, hogyha bemész a boxba, ugye nyilván ott megállsz, meg lassabban mész, meg ilyenek, érted? Akkor de, menjek ott versenyen, vagy? De, tehát hogyha pályán mész, akkor lényegesen kerülsz, mint hogy a boxba mennél bele. Ilyen, ennyire... Hallod, nem akar megállni! Ennyire még nem volt ilyen eltérő. Feri, annyit látok, kidriftelsz az izéből. Uha! Szóval ez érdekes, így kevesebbet veszít az az ember, aki mondjuk esetleg plusz egy box kiállásra... Ez nyomja a gázt. Plusz egy box kiállásra kényszerül, Feri. Nekem ne gyere, köcsög! Mi van, hogy a kormánydriver beállítasz pedál edzont? Látjam. Aha. Mondjuk az itt szar lesz. Ja, igen, itt van a rajta. Az első körömbe már ki vagyok égve, értitek? Hát. És hát ez minden de csak ne nem... De nyom már! Kodi, ez itt nem minden csak... Vagy minden csak nem fullgázas. Melyik a 8-as? Mi? Az első kanyar is olyan, hogy vissza kell venni, de amúgy 7-est ír, vagy 8-as. Hát van hogy az mi úgy. Van? Hát a... Tehát melyik? A rajtra utáni kanyar az... Az nem full gázos? Nem. Hát mondjuk olyan piros, no mint a tököm. Bele kell fékezni, ne jött, az kész. Na, induljunk el a témát. igen, tehát hát szerintem visszavenni is elég, de... Hallod, ezekkel... Már 600-ig kopás van a gumin, hát móni. Rossz jó ez a hosszú kanyar, ez egy gyors kanyar, hosszú. Nézzünk egy gyors kört. De mi alig merem megnyomni a gázpedált, tehát hogy... Nagyon csúszik neked semmi is! Tapadás nincsen. Pedig én lágyon vagyok! Az úgy kell... Ó, na talán az egyes kanyart nagyon kis gázvisszaengedéssel azért be lehet lengetni. Tehát 3-as jobbos, 3-as balos... Húha, innentől van ő! Bejössz is, mert majdnem egyből. Igen. Aha. Köszönjük Sirius az autóhosszat. Köszi. Tényleg Nessi nagyon élvezted? Visszapattintjuk. És eresszük neki. Kigyorsítás minden. Elég csak visszaengedni vagy? Hát nem. Nem. Bele kell fékezni.
Igen, egy nagyot hirtelen és utána és mehet. Talán még vissza is kell pattintani fokozatot, de az annyira nem fontos. És akkor ebbe itt visszavesz. Itt egy kicsikét belefékez, így be kell így ringatni. És ugye nagyon fontos az, hogy ne menj le az ívről, a belső ívről. Ma ha kívülre kerülsz, akkor olyanokat kerülsz. Többet mész, mint amennyit kellene. Amúgy az lehetséges, hogy a szektorok nem ugyanolyan hosszúak. Tehát nekem mindig úgy tűnik, hogy a középső szektor a leghosszabb. És az egyes meg hármas az olyan rövidebbnek tűnik. Mindjárt visszaadom a képet, srácok. Vagy elsők ilyen optikai csalódás? Akkor én is elindítottam a felvételt. Ja, üdleg gyorsabb kör. Igen, itt elég csak visszaengedni. De nagyon be kell szúrni a belsőre. Hú, itt a rajt utáni első kanyar. Na, az érdekes lesz. Az érdekes lesz. Egyébként puszi a pociukra, akik beosztolnak minket egy nézővel, de... Tehát, hogy... Tehát tényleg, a szándék a lényeg, szokták azt mondani, de... Tehát, hogy akinek nincsen followja, nulla, meg még akkor se... Igazából... Nincs... értelme. De köszönjük amúgy, hogy... Ja, tehát, hogy... Csak az a baj, akkor mindig oda nézek, ott pörgeti ugye az oldalas a sávot, és az ennyi nem jön. Az optikai csalódás. Ezt a Logitech tökömet. Köszönjük Stafia 10 cheert, hali srácok, sokkal jobban tetszett az autós videó, mint a többi, mert lazább volt, közvetlenebb, legközelebb Ferrit is vegyétek fel, hogyan kipróbálja, és Red Bull 1-2 ma alap legyen. Én akarnám ezt a legjobban, Stafi. Örülök, hogyha így láttad, valóban ez kötetlenebb volt, és valaki például azt kérdezte, hogy miért volt benne a tulaj. De én azt hiszem, hogy ő kellett, mert sok tapasztalatod elmond, azért mégiscsak ő tud a legtöbbet az autóról. Ja. Meg most más, hogyha elmondja neked, és te adod át. Igen, tehát ez így nagyon tetszett, ugye előtte is beszéltem vele, hogy nagyjából tudjam a dolgokat. Szerintem nagyon jó. Jaj, már itt a tábla! Úristen. Szóval, ja, örülök, hogyha neked is tetszett, Stofi, meg szeretted. Meg így olyan közvetlenebb, nem? Hogy ott van a tulaj is, meg minden. Tehát nem az, hogy elbújik, és akkor csináljátok. Ja, egy kicsit jobban látjuk. Mind a kettő más egyébként, mind a kettő megoldás. Vagy vegyük föl Ferit, hogy kipróbálja végül is. Ja, akár lehet. Ja, mondjuk én nem mentem vele. Viszont... GTA Vice City. Hol lehet itt izét állítani? Dead Zone-t? Csak azzal az a baj, hogy most érted, van az izé, hogy én kipróbálom, hú, tök jó, meg minden, utána jössz te is, utána kipróbált, hú, minden, és akkor most nem 13 percet van, amit van, 16-18. Ja. Hát legközelebb kipróbálod, de maximum nem. Vagy csak úgy más a videó az a baj, tehát ilyen, ez, hogy mondjam. Most az, hogy Kodi is kifejti azt, hogy miről a vélemény, én is kifejtem, tehát hogy érted, tehát nagyjából ugyanazt fogjuk úgy is elmondani. Hát Kodi az operatőrünk. Nem is lehet állítani. De ja, igyekszünk, akkor itt nem kihagyni a mókában. De mondjuk nem brit érte, hogy... Nézd! Most nem nyom. És úgy mozog. Úgy mozog. Feri, nincs itt egy csavarhoz, én helyre szétszedném még így. Szabad edzés alatt hát van nincs, rá ide. Ez a baj. Hát akkor mintha be se kapcsoltam volna. Mm-hmm. Mi azt mondom, a képernyőn még nem jelenik meg azt, hogyha valaki behoztol minket? Meg kéne jelennie. Fogalmam sincs. Nincs beállítva. De be van. Everyone ready? Akkor let's go, azt mondja. Nem tudom. Ridegnek érzem a pályát, és nem csak képletesen. Nem, tényleg rohadt hideg. Nem akar tapadni. Jó, mondjuk szabad edzés első napja, érted? Most gumizzuk a pályát, de... Nem tetszik. Not good. Viszont jót mentem rajta. Nem jó hír. Jön fel a nap! Vagy most megy le.
Kezd melegedni a pálya, lehet. Na még kiillem magamat egyszer a izével. Hallod? Hallod? Mit csinálsz? Beleringatok a betonba, he? Hú, ez de egy szarkanyar. Hú, itt hátul előzni nagyon körülményes. A gyors résznél? Aha, a másik rajtrács. Hátsó rajtrács. Tehát, hogy lehet. Mert lehet, főleg, hogy jobb a kigyorsításod. Aha. De a bot, mint hogy ott sem lenne. Igazi gyökér. Tehát még egyszer megszúrom ezt a izét, ezt a szettet. Utána kihozom a izét, a lágyakat. Ki kéne találni, hogy mit mondott a versenyre, milyen időt? Eddig nem esik, felhős. De a versenyre, Ferikém. Azt mondom, hogy felhős. Oh. És úgy értem, hogy nem fog esni, hogy a versenyen megnéztem. Hú, de gyors kanyar. Értem én, Ferikém, csak az az egyetlen... Új, de szar volt az ív, Dávid, mi a szar csinálsz? Hú, itt vigyázni kell az ívre. Mert azt gondolnád, hogy egy... Hogy ahogy bemész, amilyen ível, olyan íven fogsz szépen majd ki is jönni. Ami lószart. Teljesen más kettő kanyar. Igen, sikán érzete van. Mert hogyha esne, akkor egy kicsikét tapadásra rágyúrnék, de... Uh-huh. Hát amúgy ezen a pályán tapadásra állítani, hát... Megennének az egyenesekbe. Lehet, hogy épp az, hogy még végsebességre kellene húzni a szekeret. Úgy itt a belső ívet hát be lehet már jobban szúrni. Nem szeretnék... Itt a belső ívet be lehet szúrni a rajtrács. Azt igen, azt láttam én is. Azt hittem, hogy levágtam, de közben nem. Nagyon óvatosan kell. Meg tök jó, hogy nem látok a naptól amúgy. Kéne egy napszemüveg. Azt hittem egy napszúrás. Az majd lesz. Előzési hely az van a pályán, de dögivel. Tehát kanyar, egyenes, folyamatosan váltakozik. Akkora... Az aszfalt, hogy táncolni lehetne rajta. Na, így jobb, hallod? Nem süt a szemembe a nap. Na. Esküszöm. Ez hülye. Hát de úgy süt a játékba. Hajtsd le a napellenzőt. Jó. Ja. El ne törjem a drága vó. Be kell szúrni belsőre, és itt ki kell hozni külsőre, és innen ráverni. Na, ez jó volt. Hú, lesz biztos, hogy levágtam. Még nem jött a izé. Ja, nem is volt jó a kigyorsításom. Venném el a gázt, hogy csak guruljak, de erre nyomja a gázt ez a szar darab, ez a fos. Hány másodpercet késik nektek a stream? Már egy 20 perce levettem a szemüveget. Most írkáljátok. Vagy lassan írtok? De van amúgy olyan command, hogy beírod és kiírja, hogy mennyi pontosan a streamer között késés. Hát csak azt meg lehet nézni. Nincsen megírva. Gépen is. Hát a beállításokban. De ez ilyen ezred másodperc, pontosan írta, hallod? Az nagyon jó. És mi a command? Hát ez az. Ja. Ez ilyen legenda, hogy van, de amúgy... Hát tegnap láttam Darbiennel. Ja. Nightbotos? A commandot. Ja. Fák! Vannak fák? Van. Szerencsére nem a fáján. Szandi, ne beszéljünk erről. Ja igen, a másik emoji, amit akarom... Akarok, hogy... Nem tudom, hogy ez most copy vagy nem, mert amúgy... Annyira gáz, tehát hogy az embernek a szókincse alakul úgy, hogy igazából ahogy ő alakul, mint ember, illetve úgy is alakul, hogy amilyen társaságban van. Na már most társaságnak lehet azt is mondani, hogyha néz egy streamert vagy videóst, és hogyha nézi és szimpi neki meg jófej, akkor átveszi az ő pár szavát, érted? Ez egyébként velem is volt már itt, tehát hogy
Csomót néztem valakit. Például Herbit régen teljesen. Videókat vagy live-ot bármit, és tényleg átjött. Teljesen. És mindig azt szoktam mondani a fuck helyett, hogy fák. Fák? Aha. És ezt ki mondja? Hát ez az, hogy nem tudom, lehet, hogy én, de... Szerintem ülj le egy kicsit, Dávid, pihenni, nem tudom, mi történt. Belevertem a falba a srácot, bele, mint az állat, hallod? Kajak! Úgy belecsaptam. Túlélte? Túlélte, azt mondja. Júj! Tehát, hogy ezt, és nem tudom, hogy ezt használja valaki így ebben a formában, vagy nem. Azok közül, akiket nézek, mert ez egy olyan rossz. Valaki tud ilyenről, aki szokta még mondani, mert ez így rám ragadt. És én nem káromkodok, én csak azt mondom, hogy fák. De mindegy, tehát egy ilyen emoji-ra gondoltam, hogy fák, és akkor érted, hogy fák, és van akkor, hogy fák. Érted, átérve. Miért lettem átlátszó? Mert Dávid itt van előttem! Mi a szar, ez Raikön, nem is tenni. Átlátszó, de már nem. Veszély volt a pályán? Köszönöm, Gravity. Természetbarát. Na igen, a he. Nem mindegy. Hát egy nagyon leegyszerűs példa a zsalmalé. Tehát, hogy csomó embertől látom, hogy használja, és előtte megérted, nem is létezett ez, hogy... Hát igen. Karba akaratlanul is egyes szagot át az ember. Meg a rák! Milyen es, Tofi? Te számod majd a pontokat. Amúgy tök jól áll neked a... az arany kis kicízőm. Első hely. Az gáz! Jaci, én már az a baj, Nesi, hogy... lemaradtam. Hallottam egy olyat, hogy... Ecionál, meg esetleg Conornál. Szóval semmi, de tényleg, és nem is lesz, amíg nem pótolom a lemaradást. Azért jó lehet 160-nal egy lyukas kerékkel menni. Na igen, pontosan erről beszélek, Nápoly, hogy... Ja, ezek így vannak. Nem tudom, néha elfogy az autó alattam. Néha elfogy alattam az autó. Tehát konkrétan... nyomnám, és nem. Én is. És vége van. Bakker! Nem 45 perces szabad edzésre jöttünk, hanem csak 30-asra. Hát ezt hozzászokunk. Még DRS is benyomom. Kész. Én még nem vagyok kész. Szerintem nem írtál elé egy... Nem írtál elé egy csírt, Stofi. Hosszabb szabad edzésig kell lennének. Mi van? Menj már! Hát simán el tudtál volna menni külső event, ez halál. Hárjátó. Tehát 10 perc múlva a kvalifikáció. Jó van. Szerintem ez egy balanszolt beállításon jó lesz. De... Júj, mennyivel jobbak a lágyak. Kajak, én az is csúszkálok, mint a disznó jégen. Látod, ezért nem a legjobbak kell kezdeni, hanem a legszarabbal, és akkor fogod értékelni a... Ott van a Rolex tábla! Feri 100 pont! Hol, fölül legalább? Nem. Jó. Én ütöm ki előbb. Hát még jó, mert ezek mire bevicznek engem, addigra te már két kort lementi. Húha, na várjunk, van egy kis gond. Jó, értem sok. Nem szóltam. Adam. Instant bajnoki cím. Hát nem, lágyakkal sem. Allianz, rohadjanak meg, lehúztak pénzzel. Rolex 300 pont, Dávid. Na. There we go. Ó, egy kicsit megborultam, amióta másik. Menjek keményen, azt mondod? Keményen, Feri. Menjünk keményen. Ez mi? Közepes. Empires. Hát... És itt fogy el az autó. Keménnyel fogunk menni. De ha beüt az eső, akkor... Akkor fal is kemény. Mindjárt megnézem. Elvileg nem lesz. De aztán ki tudja. Nagyon óvatosan kell rágyorsítani a célegyenesre.
Na és ez itt vajon bemegy Super Light-nék? De már pont a Prolex távra mögött van a fal. Úgy viccesebb. Hát többet ér. Not good. Egy másodpercet kéne hoznom. Jó, azért van benne annyi, de... Alonso, te puja! Takarodó van már. Mennyivel jobban bírod kenni a sikánt ezekkel a gumikkal, azt a jó életbe. Alonso, nem veled cumiztam be tegnap, vagy mikor múltkor? Azt hiszem ő volt, ez Ericsson. Nem én voltam. Érted, itt töketlenkednek, mikor éppen gyors körön vagyok. Majd így kiütöm a Rolex táblát. Az biztos! Jó, azért nagyjából kiautóztam a gumikát. Hallod, füves lesz a gumi és úgy csúszik, mintha ingyen lenne. Igen, Feri. De eddig is így volt. A szívek realisztikának. Hát rohadjon meg a realisztika. Ez nagyon-nagyon-nagyon komoly kanyar. Itt még nem az, hogy már gyorsítasz, mert jössz ki a sikámból, hanem épp az, hogy meg fékezni kell. Bakker. Grosjean volt. Ó, tökem. Az igen, már most kikoptam ennyire. Amúgy nagyon hosszú egy kör, tehát hogy... Ez hány körös verseny lesz? Mind, tehát 100% táv az mennyi? Úgy értem. Hát gondolom, hát ilyen 60-ak szoktak lenni. Általában. Na itt lehet ám elkenni a gumit. Ott lehet. Hogyha éppen 8-asba próbálod bevenni a kanyart, és így tudod, így kened magad előtte a gumit. Keresztbe áll a kerék, te meg mész így előre ilyen ívbe. 60? Akkor jól mondtam. Amik az előző az rövid volt. Hú, itt is nagyon el akarja magát dobni az autó. Ez 4-es kanyar. Na, hazudgáljál már itt nekem. Na, az ügyetek köcsök! Vagy hogy van? Ma megint itt tökötlenkednek előttem. Tényleg. Mi lesz majd a Spán? 2 perces egy kör. Úristen. Ne is mondd. Jó, de hát az maga annyival rövidebb a verseny, nem? Vagy nem? Hallod? Te mi van innen? Mit csinálsz? Ericsson! Hát neked inkább egy moped való, nem Forma 1-es autó. Érted? Járjon biciklivel! Fú! Oké, hogy jó pálya, csak rohadt hosszú, én azért nem szerettem. Amúgy tényleg jó. Ha kimész boxba, utána még is agyonverdeslek. Jó van, nem ment ki. Akkor majd utána vered agyon. Ja.
Pedig tök jó köröm volt. Olyan első szektort mentem. Hú, a bal elsőt elkenem. Nem kéne. Ez nem lesz túl jó versenyen. Family friendly. Magnussen, nyomjad már neki, mert letolok a... Na, letolok a torkodon egy... Magnumot. Hagyjuk. Oltani, ne, azt majd kell az Ericssont, hogy felgyújtam. Itt miért csúszkálok az összes kanyarba célegyenes előtt? Szerintetek? Azért, mert óvatosan kell kigyorsítani, ezt pofázom neked. De négy kanyart így, keresztbe így. Hintázom. Hát igen, Feri, akkor mennyi driftelni, de ne itten roncsod már a levegőt. Hát a tököm. Tojást rakok a pedálod alá. És? A hímes tojást. Egy rúd dinamitot inkább. Aj, nem volt jó, veszítettem a tempóból. Nem az, hogy nem szoktam hozzá a finom gázadásokhoz, mert Opelnál nyomhatod, úgyse fog menni. Ja, a dízel. És érted? Azért nyomom itt is hirtelen. Aha. Megszoktam. Wow! Ja. Nice! Milyen időt mentél? 1.35.6. Szívej! Az előbb írta valaki, hogy itt... hallottam csoportba. Előbb írta valaki csetbe, hogy 1.27-et mentek, vagy mennyit élőbe. Vagy 1.28-at? Valaki írta, nem tudom. Jó. Vagy nem? Rosszul tudom? Féket rakd a gázpedál alá. Amúgy igen, lehet. Fú, a bal első, a gyors az meg fog halni. Miatt. Csak azt fogom lecseréltetni amúgy. Olyat lehet? Versenyen olyan lassan fogok menni be azok. Jaj, hogy Apex, te mentél 26-ot? Ó. Hogy a tökönbe? Repülővel mentél esetleg? Levágtad a sikánokat? Vagy melyik Forma 1-ben? Nézd meg, kidobja a bánat. Bánati mód is lehetne amúgy. Húha. Lejárt az idő. Jó, figyelj, azt hiszem, hogy jók vagyunk. Jaj, te írtad és... Ja, hogy élőben mentek 1.26-at. Ja, jó. Tehát akkor nem Apex mondta, hanem ő írta, ő volt. Ja, és... jó, oké. Okay. Ja, a Rocky mód miattam. 1.29. 60-nal kell bemenni a box utcába, nem 80-nal? Én nem tudom. Valahol 80-nal, nem? Anyád! Máshova járja már hozni bajusz. Ha nem fotóztad le, meg se történt. Hát ez jobban csúszik vele, az biztos. De itt most tapadás kell. Itt 60 a határa, hogy Spában 44 kör, itt 51. 44 csak. Mondjuk ez pont elég. Az 80 perc. Taco part is emótot. Feri, miről maradtam le? Á, semmi. Jaj, máshogy 80. Na. Ezt Vivi találtak egyébként. Nice! Nico Rosbergre 1.33-at sikerült verni, ami elég egészen jó. Feri, hol vagy? Ez még csak szabad négy edzés! Másodperc. Négy másodperc. Érted, de mint disznó a jégen. Nekem mi az? Panaszkodhatok? Kerék... Nekem már kipörög a kerék, ott van vége a gyors körömnek. Hát igen. Na mi a probléma? Én még mindig keresztbe megyek. Vannak azok a... Kettesig visszarakom kanyarok. Az a, hát visszafordítós. Hát az a rohadt lassú. Kettes kanyar.
Hát hármas tír, de én kettesre rakom vissza, mi? Nincsen benne kettes. Hát az a nagyon... Amikor nagyon le kell lassítani. Mindegy, lelassítok, elveszem úgy a gázt. Szépen begurulok, fékezek, kanyarodnék. Erre nyom egy gáz, és így, puf, így kimegyek kell. Ez nagyon jó tényleg. Tehát, hogy... Nagyobb kihívás. Alá kell szedni. Az biztos. Játsz billentyűzet, az még jó, még jobb lesz. Ja. Any trouble? Jó, akkor hát szerintem az autóbeállítás az jó, bár őszintén én azért megnéztem volna egy tapadást, illetve egy végsebességet. Mai napunk napos lesz. Mi közepessel nem mentem amúgy. Mi lesz a versenyen, most mit mond? Jó, nem lesz eső. Jó? Ha? Azt mondod? Okay. Parc fermé! Csinálom a kalapácsom. Ez majdnem rémen. Fejbe jobban. Na lássuk. Ja igen, sok virsli volt és az a Dákó parti. Ah. Azt rajzolta valaki Picasso-ba. Egymás mellett sok virsli, ami mosolygott. És ez Dákó parti. Az a Dákó parti. Hát ott virslik vannak, akik mosolyognak, szóval végül is egészen jó, Feri. Menj már Kviat! Bliat! Na például ez itt! Hát... Fuck! Lehet csak én rakom vissza kettőbe, mert ugye túlcsúszok. Az hármas. Azért mondom, hogy szerintem meg kicsúszok és azért. Külső évről indítsad meg. Hát úgy indítom. De mivel nyomja az a bánat a gázt, ezért vissza kell raknom kettőbe, hogy meg tudjak fordulni. Nézd meg! De hát, nem egyedül ülne az autóba, úgy beszél, nyomja az a bánat a gáz. Mint a szar lenne az autóm, és akkor valami nyomna a gázt. Menjél előlem, te bánat, te Magnussen, te. Magnussen. Ha már megint utolérem ezt a bánat lelkűt, ezt nem hiszem el. Kell egy bánati mód, Dávid. Bánat. Koporsó, valami. Nem tudom. Gyászba teszlek imót, ilyenek. Family friendly imótok. Gyászolba teszlek. Gyászolba. Nem gyászol, gyászol. De utolérem ezt a tökfejűt, érted? Jó, mondjuk most én is visszarögtem itt kettesbe. Not good. Nem jók az ívek. Menj innen! Hogy mennek azok olyankor, a box utcán keresztül mennek? Nem tudom. Hamilton, ha nem szeretnéd, hogy ez legyen az utolsó versenyed, akkor nagyon gyorsan, de nagyon gyorsan szedd a pici lábaidat előttem. Oh, fuck! Na, 1:34! Vidd menj a napot! Amúgy itt nem is izé van, te, nem is borult az ég, csak simán megy le a nap. Hoppá, Feri! Hamilton, ha nem... Állj már félre, szerintem anyukád nagyon sajnálná, hogyha valami bajod esne. Nézd meg, mit csinál, hát mi az az ív? Álva hagytam, jól lehet, hogy elengedett, de...
Mondjuk azt, hogy ávad. Rámentem a rázóra és mínusz 2. Hát mi a tököm? Ez ilyen. Mi a bánatnak van ez a rázókkő? Le kell vágni ezt a kanyart. Az összeset. Uhú! Ezt meg egy kicsikét belső bívről kéne menni. Körbe autóztala... Ez megállt? Jó, hogy ez itt hatos. Ez kajak hatos. Csak bele kell gurulni. Nagyon ügyes vagy, Alonso. Látom, tanulsz. Félreáll. Kiment a boxba. Na. Ahogy meglátta, hogy jövök mögötte. Kajak, adom neki én is a kettest. Mondom én. Néha kell. Szóval az a kanyar. Nagyon nem volt jó, nagyon nem volt jó. Anyádat! Verjem a falhoz. Ezt nem hiszem el. Nincs ilyen gyorsan ki a boxba gomb. Nem. Jönnek értem repülővel vagy valami. Ki van kapcsolva, Feri? Fasza. De mit rontottam ebbe a szektorba, tesó? Olyan sebességgel mentem keresztül rajta. Trafisztak volna. Végem. Hűha. Na jó, ez szarló, de... Húha... De rossz! És itt megy el. Fantasztik az anyuka! Húhú, de jó lett volna, belecsúszok. Akármivel is csúsznál bele, Feri, én nagyon örülnék igazán. Mennyi már? Hát én még csak most gyorsulok hetedikből, ez meg... Kviat. Hogy mindig kidobja a seggét. Ja, neked csak ott. Nekem minden második kanyarba. Bocsi. De miért nem működik a kompresszor, gyász? Működik az elvileg? Ettől sokkal rosszabb lenne. Jó. Ja. Úgy elkentem a hátsó gumikat. Mennyire? Mint a vajas kenyeret. Vagy egy tejfölös lila a hagymás kenyeret. Mi az, hogy túl meleg a víz? Akkor menjünk versenytempót, vagy nem tudom. Nem, Apex, csak amikor minket nézel. Hogy fogynak ki az üzemanyagod? Ki fog? Kurjuk. Kész a fürdővíz. Az biztos. Nem rossz. Már készülődnek, Dávid, jönnek ki hozzád. Hallod? Nem mondod, hogy még meg kell, hogy várjalak. Ó, azt hittem, hogy kiraknak előtted. Lohagy meg. Na nem, elég jó költözött a hajam. Tudja a tököm. Hetedik? Ebben vagyok. Hetedik? Az olyan második voltam. Jó, mondjuk akkor elsőnek mentem, úgyhogy... Mindjárt megyek valami jobbat már. Kész a fürdővíz. Második vagy tesóm. Mi? Második vagy tesóm. Na, hát azért mondom. Hát pacajba kiverkel! Hoppá, KD1-2.
Hallod, óvatosan azzal, amíg versenyezni. Csak beizzítom, vagy mi. Bekészítem. Te se szeretnéd, hogy rugdosnál valaki fejedet. Kajás dolgokat. Na, menjünk. Ó, Apex, jó van, jó van. Én meg száraz pizzát ettem ma. Ketchuppe. Jó sokat raktam rá. Itt van előttem főlapozva izé a szótár, nesi. Mert mit mondta? De betolta az elejét. Óvatosabban már. Látod? Mit csinálsz? Azt alig nyom. Mennyi? Padlógázza mondja ez, Feri. Hát az alig nyomás. De mennyi már elengedtelek, te szerencse csomag? Alig nyomás, csak parketta. Nézzek végig ebben a kanyarban. Posz 2. Engedek fel a pedálból, és még mindig azt érzékel, hogy tövig nyomom. Jó van. Rúj! Szerintem nyomom a gázt joystickkal, vagy nem tudom. Itt van a kezembe, közben kormányozok, és nyomom rajta a gázt. Hát az pontosabb. Nyomd a elbújjaddal. Mondom, hogy lehet joystickkal jobban adná. Lehet. Odaadnám én szívesen felé a G25-et, csak nem. Csak akkor neked nem lenne. Duplikáljuk. Hú, de adnám, ha lenne én duplikáló, azért annak mindig használt vennénk. Több hát hány oldogot csinálnék már benne? Beraksz 2-t, kiveszel 4-et? Há! Holy shit! Utána berakod azt a 4-et és kijön 8! Igen. Valaki találja már föl. Még 3D-s nyomtatóval lehet? Vagy 4, vagy 5, vagy 3D? Na, az finom vésű lesz. Na, hagyj magamra. Hallod, nézd, nyomja magától. Ha lesz, gyerekek, ha lesz egy új kormányom, én élő adásba fogom ketté vágni ezt a szar. A pedált legalábbis, mert a kormánnyal semmi baj nincs. Meg az jól is néz ki. Most sem nyomom a gázt egyébként. Ne beszélj már, miközben én vezetek, eredetek is a hangod. Bocs. Feltalálták, bemész, azt megveszed. Ja, clickbait. Feri élő adásban töri össze a kormányát. Nem, a... hát... ja, legyen kormány. Az úgy... jobban clickbaites, mint egy pedál. Hogy lett ilyen szarköröm? Én egy dákot raknék bele. Az se rossz, hogy nem. Köszönös. Jó tanulás, nekem is kéne. Megtudtam a mai nap, hogy matekból is szóbelizek, úgyhogy... bravo! És elvileg. Miért nem tudják ráírni az érettségi hátuljára, hogy sikerült, vagy nem? Úristen. Hány pontom lett? Valami 20? És nem tudom hánytól lehet átmenni. 25-től talán. De miért nem írják rá, hogy sikerült, vagy nem, te szar? Nem, ott voltak a pontszámok, akkor számoljam ki. Nem, másból úgy megvolt, nagyon nem jegyeztem meg őket. De azért úgy... tehát 10 pontom nem volt semmiből. Ma voltam, Szandi, azért mondom, hogy... 25 a matek? Ez fasza. Akkor... hú, 5 pontot kéne összeszednem. Szóbelém vagy, ez hogy van? Fuck! És oda a köröm. Nyugi, szóbelim meg lesz az. Igaz, hogy pont matek
szakos lesz a tanár, vagy mi? A megfigyelő. Pont a matek a legszarabb. És pont a matek tanárom úgy segítene nekünk, ahogy ismerem. De... pont jó. Majd kiküldjük a vizsgabiztost. Kodi! Most mentem volna gyors körömre! Nem mintha amúgy nem lenne gyors. Akkor kergess meg! Külön van egy minimum szóbelin, az fasza. Figyelj! Van izé. Pótvizsga. Ha esetleg nem sikerülne. Mondjuk akkor fizethetek még vagy 50-et vagy mennyit. Á, nem, de valamennyit. Szóbelin is kell 25%? Hú, ha írásban nem ment, akkor szóbelin nem tudom mi lesz. Van pénzed, átmész, jó? Az. Ennyi pénzem van. Nagyon sok. Ó, ne már! Mi a baj ebben a kanyarban? Igazából minden hónapban kijövök nullára, úgyhogy semmit nem vettem, szóval... érted? Not good. Az első szektorban még van mit kiaknázni. Vagy mínuszba. Na ezt nagyon nem így kell. Nagyon nem így kell. Jó. Hú, még lenne benne, még mennyi lenne nem? Benne. Jaj. Hallod? Tedd be, Ferikém! Anyámat! Megvan! Most mentem van a gyors körre. Hát de nem most voltál, Feri, az előbb is ezt mondtam. De... második vagy ne, picsáskodj, neked nem megyek. Gyere, Feri, üzzük! Van 17 napom végül is, ja. Nézem az én a milyen tévé, a Zanza tévén a tételeket, azt megtanulom. Zanza tévé. Tudod, ki fog olvasgatni. Igaz, hogy egy csomó tétel nem működik abból, nem játszol mi, a videót. Még szóbelizel? Igen. Jadó. 23-án. És matekból is kell, mert nem értem el a pontszámot. Na jó. Hűha. És ha írásban én nem mentem a matek, akkor képzeld el szóbelin. Hát... A terva... meggyőző tudatlanság. B terva sírás. Az őszinte sírás. De én még a rosszat se tudom elmondani, mert még azt se tudom. Vagy hogy mondjam. Menj már belőlem! Nézd meg! Átjött rajtam. Ja, üzemanyag kifogyott. Hát igen, szóval, hogy így kellene inkább. Félek ettől a kanyartól, mert... vagy túl szűk, vagy túl szédes. Vagy csak húzz ki Amerika felfedezését, jó lesz. Jó. Ja. Én már csak tudom. Mentek, megtalálták, az jó lett. Kösz! Nekem jött Erikson hátulról. De mintha mondtam volna neki, hogy gyere. Érted? Gyere rám. Mennyi akkor, te szar! Hát azt hittem, hogy átváltozok izévé. Szellem miatt, most is úgy megyek. Az igen. Halli! Kifolyott a üzemanyagom. Mi volt üzemanyagom? A üzemanyagod? Mi? Jó lesz ez, jó lesz ez. Jó az a pálya, meg mindig. Az a helyzet. Nem, nem ezek, ami defektet kaptam így a cél után, ezekkel rajtolnék, nem, majd Q2-esekkel rajtolok. Melyik őtök a nagyok? Mi? Nagyog? Igen.
5 rajteljes büntetés, ütközés az alapi pilótával Raikkonen. És ez hol volt? Tehát, hogy még csak nekem, izé jött nekem, Magnussen vagy melyik bánat. Nem is ő. De az meg az ő baja, mert... Random kaptam. Mert az élet nem szeret téged. Ti még mit álltatok itt? Miért rajta helyet kapott random a Feri fiú? Mikor nem csinált semmit. Érted, fején a pályára, azt megbüntetik. Mert csóha, nem tudom. Nem baj, legalább benne leszek a... Bementem 1.34.6-ra. Ja, még nem Q2 volt, ugye? Nice. Ajjajjaj, na most kell azt csinálni, hogy egy körre kimenni, meghajtani a szekeret, utána pedig visszajönni. Szépen, hiszen ezen fogunk rajtolni. Ja. Ugye? Engem minden húz. És még a 15 bagos, hát. A Feri meg kilöki nekem őket. Na most oda kell figyelnem, ez ott a két kör alatt, de nagyon. Feri, óvatosan igen? Gyere mögöttem. Jövök. Ne nyomogasd a gombokat a kormányom miközben. Ez jól nézett ki hátulról. Fölrobbant a tábla. Engedj be magad elé. Dávid, annyit mondod, hogy ne gyere nekem, és bum, ment össze-vissza, Dávid. Engedj be. Minek? Még nincs kék zászló. Feri, a pecsöve! Mit csinál? Melegítem a gumikat. Gumikot. Gumikot. Na, kus. Ne nyomd meg a gáz! Ezekre nagyon kell vigyázni. Érted, venném el, hogy szépen végiggurulom a kanyart, erre nyomja. Figyeld a gumikot. És fékeznem kell, és hogyha egyszerre nyomom a gázt meg féket, és nem nyomom a gázt, de nyomja magától, és szar lesz. Menj már anyádba! Mi a tököm? Állt a pályán! És elhiszed, hogy engem büntettek volna meg? Elhiszed? Hallod, én úgy megbüntettem volna azt is, amelyik kitalálta a Forma 1-et. Amikor ezt, ha most látta valaki... meg valakit, akkor úgy érzékel, hogy balesetveszély volt, és ez egy nagyon lefékez. Na most is ez történt fel, és gondoltam, hogy hát, ha majd észreveszed, amikor... Hallod, nézek hátra, visszamegyek, nézek előre, és abban a pillanatban előttem van. Annyit látom, hogy periféljem, hogy nyomkodsz valamit. Gondoltam, csak észre fogom, hogy benne egy besetozott a srác, na csá. Hát ez a pályán a bot. Oké. Oké. Ez egy jó kör lesz egyébként. Ez egy nagyon jó kör. Hallott? Hát te kör! Mennék gyors kör, érted? Jösszor a magamat rögítő atyába. Ha nekem jön valaki... Látok, de hátsóra kell figyelni, és az előbb is azért kaptam én, mert... Nem tudom. Ne nyomd már a gázt! Júj, mennyien vagytok! Azt az anyámat! És így fuss meg a legelsőket. Skodidá is klüddet. Hallod? Nem bírok el itt tudni! Nem! Egyszerűen... Gyerekek! Vegyél még egy féket. Hát hallod? Hát füstöl az autóm. Ja nem. Nem, meg se nyomok. Nem nyomok gázt. Gyerekek, és ki... 40%-os gumikopás? Az igen? Milyen gumikó jöttem ki? Nekem 7. Hát de nem raktak fel újat? Amúgy, alapból. Nem kéne, hogy rakjanak fel? Legalább van benne kihívás. 1.34.6, ez a hulladék 1.34. Megfutottam azt, ami eddig a PB-n volt. Úgyhogy kezdve majd ezt a fostam magamat a röhögést, meg Kodit, amit látok, hogy Feri ezt csinálja itt mellettem, érted? Mi újság? Semmi. Hogy haladsz?
Megyek szépen a kanyarba, érted, tartom, tök boldog vagyok, és egyszer csak puf, eldobja magát. Meg lesz ez egy kettő. Jaj rá, könenó! Még normális, de még a felvezetőkört megyek. Száradj ki. Azóta már van mért időm. Én a levezetőt viszem, viszem be a gumikat a boxba. Ha végeztél felek, hogy gyere be a boxba, a csapat megbeszélésre. Jó. Kitaláljuk, melyik csapatba fogsz kerülni. Melyik beraknak át. Előbb megyek egy jó időt. De 40%-os. Ki a tököm rakta ezt föl? Mit csináltál te? Hát semmit. Nekem 9%-os, Feri. És én már túl vagyok a gyors körömen, te még gyors körön sem voltál, de már 40%-os. Nem raktak fel újat? De tudod mi a jó? Nyomja magától a gázt, én meg fékezek, és ilyenkor tudod mi van? Így csúszom, mint az állat. Mert egyszerre nyomsz minden. Tehát ez nekem olyankor fékez. De tök minden nekem nyomja. Tehát úgy érzékel, hogy lenyomom. De én is most kipróbáltam, nyomtam egyszer mind a kettőt, és lassult az autó. De utána, hogyha fölengeded, utána hirtelen megnyomja megint, ugye? Mert nyomva tartja, és akkor meg megugrik. Akkor meg azért csúszik. Ebből se lesz egy-kettő. Készülj, Csistafi! Már meg box utca. 50 másodpercet hozol a referenciaidőben. Biztos nem itt csúsztam ki errefele. Á, nem, már egy percet. Akkor itt se csúsztam ki. Referenciát. Ám megint folyik a csokink, ezt nem hiszem elhallom. De megint? Ne dumálj már te meg! Húszni lehet benne. Szerecsi. Szerecsi. Ha, nézd. Érted? El is engedtem a gázt, fékeztem is. Ez egy hülye fos. 9. De amúgy ezen a gumin fogok menni. Csak úgy mondom. Hát ha bejössz. És fölrakok egy újat és futok egy jobb kört, akkor... 8 perc alatt a bok. Hallod? Megyek. Majdnem húztam a kézifékeket. Akkor ez baj, ha lenyeltem egy papírdarabot? Egy egyáltalán ekkorát? Szerintem nem lesz bajod. Én van köztünk orvos. Mondom, hogy... Nézd meg. De megint az első kerekek, amikor hátsó pörök ki állandóan. De jó neked, Ricsi. Túl vagy rajta. Milyen orvos kell? Hát ha Dávid itt megfulladná esetleg, hogy valami. Nice, Ricsi! Jó. Akkor nem baj. Na szóval, amíg Feri versenyzik... magammal. Addig... beszéljünk egy kicsit a pályára. Nézd ezt a részt! Figyeld, mennyit csúszkál. Itt egy kicsit oda nyomom is már ennyi volt. De Feri, tehát hogy... itt nyomok egy fúgást már... De Feri. De most ki akartam jönni a boxba. Ahogy láttam, nem érted a, tehát az autókat. Tehát hogyha... oda padlózod neki egy olyan helyen, ahol nem szabadna, akkor... Hát de ott egyenesbe vagyok. De Kodi. És utána pördöl, miközben már Kodi. Gyorsulok. Kodi. Érted? Épp pörög a motorod. Olyan 11 ezret. És te elpadlózod egy nem tudom hány 100 lóerős, 200 kilós Forma 1-es autó. Igen. És azért mert egyenesbe vagy, majd azt gondolod, hogy nem fog kicsúszni. A seggel. Én ott végig, amíg a célba be nem érek, fél gáz, meg 3-4 gázzal vagyok. Igen? Na, meg kipróbálom úgyis. Tehát vannak, tehát az autósport erről szólt, tudod, hogy nem mindig tudod. Igen.
Szóval. Lehet ne első kerekes is ez a szar. Mondok lehet meg nyomni. Megóper, nem? Na. A pálya nagyon vegyes. Tényleg. Egymást követve jön a egyenes kanyar, egyenes kanyar, hát a gumit kanyar, azt teszi? Kanyar, és egyszerűen mindenfajta egyenes és kanyar megtalálható benne, ami a világon van. Az biztos, hogy három... Jót tesz a váltónak? Nem is, igazából nem csak három, tehát hogy majd, hogy nem az összes kanyar... De nem kerültem be még a Q3-ba. Az összes kanyar, ami jobbos, az még 5 perc lenni. Jó. Minden kanyar, ami jobbos, az valami irdatlanul hosszú és gyors. Ezért az első bal gumikat valami hihetetlenül darálja. Ezért inkább én majd a versenyen azt a taktikát választom, hogy ezekben nagyon óvatosan megyek. Inkább jobban visszaveszem, mint hogy kellene. Mert inkább, mint hogy a első balom defektet kapjon 70%-kal, a többi rész az autónak meg 40%-on legyen, és akkor ezért menjen el a verseny, vagy éppenséggel csak simán előbb kelljen kimennem a boxba, azért mert egy darab gumi túlkopott. Szóval az, majd valamit nagyon kell vigyázni, hogy balanszban maradjanak a kopások. Az első kanyar az nagyon király, de amennyire király, annyira lehet is benne időt is veszíteni és nyerni is. Kíváncsi ezek majd a rajtra, hogy itt mit tudunk majd összehozni. Ha elsőként fog beérni a kanyarba, akkor jó lesz, de valószínűleg nem ott fogok, mert a rajtom még mindig elég igaz. Szia, Arvin! És az üzemanyag szintre is figyelni kell. Utána jön egy ilyen jobbos-balos kanyar kombináció, amire azt gondolom az ember, hogy olyan, mint egy sikán, tehát hogy egy jobbos és egy ugyanolyan balos, nem erről van szó. Tehát belemész a jobbosba, amiről azt hiszed, hogy tök langy és tök lájtos, utána pedig jön egy, majdhogy nem, egy 10-20 fokkal élesebb balos, ami hármas helyett kettes. És ugye, amikor tehát kijössz a jobbosból, már nyomnád neki, már gyorsítanál ki, és utána nem az, hogy még egy kicsit egy gyorsabb kanyar, vagy ugyanolyan gyors kanyar következik, hanem egy még lassabb. Szóval ezért ott eléggé leszállt az emberrel a ló. Egy kettesből ott néha vissza kell pattintani. A versenyen majd próbálom ezt elkerülni, hiszen utána az a baj, hogy kettesbe vagy, és kigyorsítasz, ott úgy kell kigyorsítani, hogy ívbe vagy, plusz utána jön egyből egy kanyar is a kigyorsítás közben, és az a halál, tehát hogy amíg nem érsz be az egyenesbe, addig biztos, hogy nem tudsz csutkagázat nyomni. Maximum akkor, hogyha nagyon magas fokozatokban vagy. Húha, 2 percem van! Arra tudsz. Nyomjátok már! Figyelni. Talán jön egy hosszú egyenes. Egy balív, igazából csak annyi problémám volt vele, hogy sűrűn szerettem volna levágni. De szerencsére még egyszer se vágtam le túlságosan. Eléggé elnézők a bírókat, úgy láttam. Utána jön egy jobbos, aminek az ívét őszintén eléggé nehéz megtalálni, mert nagyon hosszú. És tempót kell benne autózni, és úgy kell azt a tempót megautózni, hogy úgy... Áthajtás a fehér vonalon, figyelmeztetés. Tehát úgy kell azt a tempót... Ferének elmondom, hogy ne padlózz, és padlógázzal jön ki a boxból. De nem nyomtam még padlót se, érted? Ők félgáz se. Feri, jéghideg gumikkal jössz kifelé. Melegítették, nem? Ja. és úgy kell ugye azt a jobbos, hosszú jobbos megcsinálni, hogy utána kigyorsításon használt gumik. Odaadták a tieidet? Ne a rázókövön legyen. Mi? Hanem a betonon tudjál ugye kigyorsítani a hosszú egyenesre, utána jön egy jobb ív. Abban szépen bele lehet küldeni, ahogyan az kell. Utána pedig jön még egy jobb ív. Na az már trükkösebb. Nem lehet belemenni full gázzal. Vissza kell venni, és talán egy nagyon pici fékkel lehet ott csinálni. Csak az a baj vele, hogy nagyon könnyen ott is kopik a gumit. Tehát ott is inkább lassabban kéne menni, mint gyorsabban. Utána jön ez a kis sikán rész. Szerencsére az első, hát sikán, vagy nem is tudom ezt, hogy nevezik. Ez nem mondanám sikának. Tehát ez a csiki-csuki, mondom, hogy ráragad az emberre. Tehát szerencsére az első kis ilyen kis hullám az nagyon, nagyon kicsi. Tehát azt így majd nem így ki lehet így egyenesíteni. Utána jön a nagyobb hullám, abba ott, hogyha egy jó ívet megtalálsz, meg egy jó sebességet, akkor utána jó rákoncentrálsz arra, hogy egy hosszú egyenes lesz, és jó kigyorsítasz, akkor... Miért nem mutatsz közben engem?
Ez vizuális jó lesz. Hát, de ott nem látom a térképet, az a baj. Ja. Azt hiszem. Utána de jön egy jobb bors. Ha az élőre mész, végén. Akkor látod. Azt hiszem. Vagy nem? Nem? Akkor nem szóltam. Utána jön egy jobbos az a hosszú egyenes végén. Hát igazából ott max annyi a trükk, hogy kicsikét gyorsabban lehet belemenni, mint amilyennek gondolnád egy első ránézése. De észre. És nem. Pont fordítva, bocsánat. Tehát, hogy lassabban kell belemenni, mint amilyennek érzed, mert hogyha tehát az ív az úgy menne, hogy tehát 90 fokot fordulunk, akkor jó lenne, de ott a végén még van benne egy ilyen pff, még egy ilyet ráhúz egy kicsit, és amikor pont úgy mész, hogy fák, pont úgy mész a megfelelő tempódba, akkor pont kimész rázókövön kívül, és onnan nagyon halál kigyorsítani, utána pedig jön a célegyenes ráfordító előtt lévő balos, jobbos, célegyenes ráfordító. Hát a balosból szépen vissza kell rakosgatni, és utána pedig jön a jobbos, amiből nagyon halál kigyorsítani, tehát mint ahogy mondom, én szerintem egészen a... Tehát, ha igazán jól akarod menni az ember, akkor egészen a cél vonalig padlógázt nem lehet nyomni, mert végig ívbe vagy. És úgy kell kigyorsítanod egészen hármasról. Szóval a leggenyúbb kanyar. De szar ez kanyar. Pályám. Ott nagyon vigyázzak, hogy nehogy eldobd az autót. Sok kanyar van, ahol könnyű eldobni az autót. Főleg ezek a hosszú egyenesre való kigyorsítások, mert mindegyikre nagyon lass. Nagyon kis tempóból kell. Ja, itt például ez a hátsó kanyar kombó. Ez na most hanyadik lett? 11. De jó! Ha nem csúszok ki itt az elején, nem nyomja ez a szar magát! 6 ezredden múlt a 10. hely. Ó. Oh. Hát ez... Ez gáz. Igen. Ez gáz, de kapott Bottas is. Rajta. Muszáj állóra fékeznem majdnem, mert nyomja ez a szar magát, és fékeznem kell, azt már csúszik meg minden. I don't know. Mert ugye fékezek, és közben nyomja, és hát áll a kerék, és közben megyek. Szóval, érted? Előzési pontnak mondanám, igazából nagyon sok temérdek sok előzési pont van rajta, főleg egy 2 másodpercet verek Nico Rosbergre. Akkor én most csak nézem a Q3-at? Megem. Ó. Oh, kommentálod. És... Fasza. Tehát... Így aztán nagyon sok kanyarba körül lehet autózni őket belső éven, mert minden, szóval igazából nagyon botok. Viszont ahol talán a legtisztábbnak érzem, az a hátsó egyenes szakasz, ahol van a hátsó... a hátsó rajtrács. Csak nagyon vigyázz kell, mert ott lassan mennek, és hogyha bebűsz, ben vagy szélárnyéban mögöttük, akkor könnyen beléjük rohalhatsz. Én csak szétszedném megnézni belőről, hogy mi újság van velem. De úgyis jó. Hát nem most gondoltam, de... Igen. Illetve hát tényleg. Tehát nézd meg, folyamatosan olyan lassan megy Hamilton. Szétszedném most, de nincs izé. Az egyenesekben, mint mindig, gyorsabbak, az a baj. Így ott előzni nem nagyon lehet. Nézzük Davét! Szóval eléggé csak beesni lehet a kanyar végén, és az ugye veszélyes, ha egy csinál az ember, mint ahogy láthattátok legutóbb. De azért meg lehet csinálni, mert széles pálya. Itt kell ezt így jól berakni, itt még nyomni, és akkor nagy fék. Oké, nagy fék. Vissza, és már innen kezdődök a gyorsítást. És itt így jó. Igen. Van előttem valaki, ez nem jó viszont. Ezt meg kell előzni, nincs mese. Nagyon buzi egy ívő van ennek a kanyarnak, azt a jó életben. Feri árukeresőzik.
Na, 20 ezer itt van a kormányod, Dávid. Azt még lehet, hogy jó is. Jó, már 34-re fölhívom. Megtetszett nekem ez a G920. Inkább veszek egy pedál, ezért kormány. Majd egy... Hát... Egy év múlva talán. Nincs hozzá sebesség váltani már. G27 az hol van már? Sehol? Nem se árulják. Hori Racing Wheel Apex for PS. Na, egy ilyen kéne Forma 1-hez. Egy Forma 1-es kor. Not bad, at all. Na ez nem lehet szor. Az Feri, ezt kell neked. Mhm. Egyenesen Fettel kormánya. Hát. Még ez is olcsóbb lenne. Hama Thunder, Dávid, hallod? Ez milyen torz szület? Tudom, de mi ez a lábtartó itt? Holy shit, ez milyen kör lesz. Hát árukeresőn nézem. Azt a picsát. Vagy értem, hogy Logitech kormány, azt kérsz az árukeresőn. Nincsen out of fuel. De amúgy átkapcsolsz, akkor látod. A három pedálos, az kell. Ó, oh, rögtön összeszítik. Úristen! 1.338! Hih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 
lesz. Nem tudom. Ráérek amúgy jövőre is gondolkodni ezen. Mennyi van még belőle? Mi bű? Az időmérőből kiizzadtam. Nem tudom. Ahol lehet azt megnézni? Hát nem gondoltam, hogy lemegyek még egy 34 alá. Jó, ide megy a pálya. És elhiszed, hogy jön, hogy utolsó leszek, mint mindig. Nem bírta feldolgozni repülőt. Mi ez a szög? Milyen gyorsan visszahűl a víz, azt a jó életben. Csír. Na,
Na. Hát, látványos lesz a versenyed. Az biztos. És látod, megint azt fogják nézni, hogy unalmasabb mész az első helyen. Mármint ezt hogy érted, Bajusz? Hú, ez de jó volt. Most kellett volna rajtam lenni a húzómérőnek. Mennyi van még? Úgy, Ricsi. Ja, tudunk üzélni. 4 perc. Addig van idő megbeszélni a csapattaktikát. Na, és mi lesz az? Kilökök mindenkit a rákba? Hát... amíg ki nem tiltanak. 1.32.2. Halli Dominik! Dominik. Dominik. Annyi Dominik van már. Ja. Amúgy tényleg. Fú, de plöttyet lett. Hát azt ahogy kiveszed a hűtőbe, meg kell lenni, mert az itt ja. Kész. Sok mindent kit érdeklünk amúgy. Nézd, mennyien állnak ott fönt. Két kezemben meg tudom számolni. Hát nem. Jó van. Azt hiszem ez jó lesz. De meleg van. Na, nem tudom elnyomni. Nem, az csak a szabad edzésen lehet. Nem. Ja, mert ha elnyomod, akkor a botok, érted, mit csinálnak? Hát azok nem akar... nem egyeznek velem. Ha nem is megy senki. Pályán. Vagy megy. Üres a pálya. Szerintem ők is beleegyeztek. Hát látod, még sincsen olyan opció. Ja. Ő nincs opció. És még valaki kimegy. Arra az egy körre. De egy kört le lehet vinni. De vagy öten megindultak. Beszélgetünk, hát egy utolsó last chance. Még egy. Hát mi van veletek? Még egy. Hát mire kérnek már? Na mindegy, hülyék. Elkezdtünk utána járni ennek a dolognak. Már és olyan tudnánk 2K-ba itt is streamelni, úgyhogy megmaradjon minden más felvontás. Remélem, hogy jutunk majd valamire. Jó. Jó. Hova mész? Akarom érezni a pályát. Jó. Este már jövök még, igen. Frostpunk-kal most már tényleg. Megnézzük milyen. Még már szerintem mindenki meg is unta, de... Én azt tudom, mi az. Érdekesnek tűnik. És jó. Hát... jó, streamelni lehet 2K-ba, csak valami baj van vele. És ezt kell megkérdezni. A baj ott mutatkozik meg, hogy hogyha van 2K, akkor nincsen Full HD. Igen. És azért akinek a 2K-t nem bírja, de Full HD-ba szokta nézni, ezért annak 720p-be kell nézni, ami elég durva visszalépés. Ja. És ez gáz. És ezért hagyjuk inkább a 2K-t. Ja. Pedig már 4K-t kéne nyomnunk. F1 szezon multiba, hát azt csináljuk. Vagy mi? Ja. Meg nem tudom hány embernek bírja a 2K-t. De... YouTube-on is nézték, vagy 20-an. Ja, de azoknak nagyon jó. De azoknak nagyon jó volt. Amúgy igen, mert nagyon, nagyon komoly minőség van 2K-ban. Fuck. Ja. Nem lenne rá, Stofi. Közben ez egyszer nem ér rá. Hát nem tudom, akkor 16-ba kéne.
Na, ott aztán tényleg rá lenne bízva. Úristen. 2,5 másodpercet kentem Rosbergre. De tök mindegy. De tök mindegy, mert Rosbergnek utolsónak kéne lennie. Feri feladatot. Tök mindegy, hogy most mennyit verek rá, nem lesz több pontom. Szomorú. Tök mindegy, milyen jó vagy, ugyanolyan szar maradsz. Ja. Na srácok, jöjjön a rajt. Gyűjjön. A kéne rajt. Kicsit Feri... mozogni, de... Ne, rohagyjam meg. Majd kilökök mindenkit. Na, ez olyan jó verseny lesz, mint ez a facsi. Nagyon jó volt. Akkor, akkor mindennek vége. Na, nézzük. Azt hittem, hogy esik az eső. Hú, én is. Az egy XLR kábel ott a gumin. Hol? Ott lóg. Lehet. Mikro... Á, felhős hát lesz. Jó, legalább nem süt a szemünkbe. 26 kör, easy. Szerintem én 3 kiállást választom, de... Mert úgy is lesz. Hát az biztos. Hát, legalább tudom hát jobban beadja. Nyomni. De akkor meg a többiek meg... Á, rakok üzemanyagot. De benzint az minden. Hány kör lesz? 26 kör. Jó van, na. Az lóf. Fos. Jó szórakozás mindenkinek. Én most leúztam a csetet. Hogy ne zavarjam meg. Jó szórakozás, srácok. Jöjjön a Silverstone Nagy-Britannia nagy díj. Én meg majd beszélgetek itt a mindenkivel, mert hát én értitek. Én úgyis kifogok esni a rákba. Nem tudom, milyen gumikon vagyok amúgy, az a baj. Szerintem az első körbe kiállok, Dávid. Ha tele vagyunk ám tankolva. Insta 8 kiállás, Feri. Milyen kár lenne, hogyha Rosberget baleset érné. Gebedjen meg. Na majd én megtanítom kesztyűbe dudálni. Mi van, Dávid? Jó lesz? Jó lesz? Jó lesz. Dobjuk le! Dobjuk le! Külső íven leszek az első kanyarban. Én meg nem. De én bemegyek külsőre. Vagyis kimegyek. Ide érdekes lesz ez. Varlain! Ott belső, ott megint külső. Nem jó. Nem jó. Na nézzük! A nagy-britanniai, a... milyen Silverstone nagy díj. De nagyon jól elkaptam azt a rajtot! Uha. Úristen! Gyerekek, ötöt előztem csak! Mint egy vonat.
Szép rajt. Az volt. Szujó Kodály Zoltán. Jujjujj. Hideg az aszfalt, nagyon. Nagyon hideg. Jó. És körbeautózza, és körbeautózza! És nem. Úristen, fejre jön, mit csinálhat. Tartom neked a mezőnyt. Jó. Letört a szárnyam buzi miatt. Köcsög massza. Fékezned kell egy egyenesbe, te fos. Te. Gyalázat. Nem tudok már mit mondani. Nem létező íveket használ. Mm-mm. A rák megesz, hogy kitörted a szárnyamat, azt most nem bírok kanyarodni, te fosfej. Te nagyon szar életű, te. Ennyi a belső köcsög. Megpróbálom tartani amúgy, srácok. Peri, stoppolom az egész mezőn, gyere! Jó, fékezz be a nagy kanyaroknál! Fékezz be a nagy kanyaroknál, gyors kanyaroknál! Oké. Okay. És akkor megállnak. Taktik! Láthatatlan vagyok, átmentem rajta! Mi a tököm van? Jó, láthatatlan vagyok, megint láthatatlan vagyok! Szabálytalan előzés! Miért? Hát mert nem kéne láthatatlanul partizánkodni, Feri. De ő rakott át láthatatlanba. Hát igen, de az nem jogosít van arra, hogy szabálytalanul előtt. Ne rakjon át! Nem mentem volna ki senkinek legalább. Hú, pedig azt hittem, hogy átmegyek mindenkin. Hú, ütköztek! No overtaking! Kint van izé, valami... Hogy hívja? Azt hiszem, hogy izé van kint a... Massza esett ki, ja. Szerintem. Jó, hanyadik vagy? Csak az a baj, ilyenkor nem is lehet előzni, mi sárga zászló van, ugye? Ja, igaz. Tizedik. Igaz. Mi mindig? De az, ha feltartod, az nem baj, mert akkor nincs baleset, csak feltartod. Déres engedélyezve most már, annyira nem működik a taktik. Én leszek belső önköcsög. 9. Nice. Az a baj, hogy leszakadtunk elől. Elméletet nem tudom, hogy tartsam vissza. Mindig előzni akar. Nincs első szárnyam, az a baj, lassú leszek egyenesekben. Elméletet anyukát szeret. És én nem is akarom megszomorítani őt. De ha kell, megteszem. Keresztbe állt a Hamilton az előbb. Fasza. Nyomjátok már azt a gázpedált! Mi van veletek? Nézd meg! Mennyi? Mi történt? Figyeltél a többiekre, Feri? Ha mögötted van, melletted ne húzd rá a kormányt, mert beakaszt. Én nem. Beakasztott? Be. Én voltam belsőn és ő külsőn jött. Igen. Én meg ugye hát mentem egy kicsit odébb, ő meg... Ő is jött volna és hát igen. Megfordított. Van ilyen? Hát ez gáz. Luffy, kérjük mondjál véleményét a mai futamról. Hát ez egy szar volt. Le kéne hagyni Hamiltont. Pedig három kiállásom volt el, Feri. Azt már most kiálltál az elején.
Ami már lassan kellett volna. Már. 20%-on volt. Hülyéle Raikkonen. Egy 30. Majd Dávid megmondja, hogy ki a leggyorsabb. Iszok kolát. Hát gyerekek. Jól bírják a gumik egyébként. Fejezettem. Energiatakarékos vezetés volt. Kodi kaphatna egy gokártot, vagy valamit, amivel megiszolja. A safety kárt mondjuk. Ha sietsz még Ceglédi Punonira egyébként odaérsz. Levi ott van. Kajak? Aha. Vagy elugorhatok Milláért sokár. Mire végzel, visszaérek. Várjál. Simán. Mit? Mondom, elugrok Milláért, mire visszaérek, még mindig nyomni fogod. Nagy már itt, addig kell tartani a show-t, mert én csak... Dodge-emet, ja! Mert én figyelek. Hát ez szomorú, gyerekek. Addig krúkettőznek, de... 2,7 másodperc. Menj egy cségózni, PUBG-zni valami. Nem mondd, mert írkálják már, hogy... meg hívogatnak majd, hogy menjek. Ne. Ne bomlasszuk a dolgokat. Tedd már ki donét célt kormányra, Henne, ezt nem lehet nézni, kapsz 200 csírt tőlem. Köszi. De akkor lesz kifli rangol, hagyja már. Ja, amúgy igen, ma mióta mondjuk, hogy... Mit? Kirakjuk a ja. Donét célt. Addig beszélgessünk. Beszélgessünk. És milyen napotok volt? Dobd fel egy témát, én benne vagyok. Figyelj! Én innentől kezdve körönként egy másodpercet verek Hamiltonra, és bemegyek a célba a végén. Hanyadik Rosberg. Tudja, tökre. Szugeráljad már, válts át az ő kamerájára, és tuti falnak fog menni. Rosberg? Aha. Válts át... Lehet nincs is, mert már kiesett. Azt adnám nagyon. Hallod, válts át... Ó, hát hallod? 19. Mi történt azzal? Nem tudom, szerintem kiesett. Baleset. Te zsír! Dávidnak megnyílt az út. Válts át az ő kamerájára, Rosbergira. És tegyél úgy, mintha te vezetnél, és akkor falna fog menni. Mi az? Ez hangtompítóval megy? Vagy mi a szar? Addig beszélgessetek a Forma 1-ről. Nincs hangja az autónak. Nem árt, csak jobban ösztönzi az embereket, mert látják, hogy nem a náldugóra megy a pénz, hanem kormányra. Kirakjuk, hogy a nádogó. 80 000. Kodiken van, de olyan, mintha nem lenne. Kiállt Hülkenberg! Kipördült Sainz meg Bottas, ott állt a... Feri, nyomjad! Mi a szar? Nyomjad! Kipördültek a box kiárat... bejáratánál. Wow. Hogy miért, azt nem tudom, nincs visszajátszás. Pori! Kérnénk egy visszajátszást. Ki volt az, Perez? Hajdú B. Ferenc, vagy... Ki volt? Sainz, nem? Ő kiment a boxba, hogy miért, azt nem tudjuk. De valami lehetett. Valami lehetett. Valami biztos volt. Megnézzük Rosberget, hogy hol áll. 13. Hogy jó, hogy, azt nem tudom. Hát meg kiálltok előre te. Live oldal, hogy matekot tanulsz. Az. Egy nyomot, kettő meg kettő. A box kiárat bejáratánál. A box kiáratnak a bejáratánál. Hoppá, Nasr. Ott keressél mindig egy bolyt, és azt kommentáld. Mi történik mögött? De legalább látnám a neveket, mert ez így szar. Ők hogy látják amúgy a kommentátorok? Ja, mondjuk gondolom látja, annyi monitora van, hogy több, mint nekünk. Ja, gondolom látja, hogy hanyadikat nézi, és akkor van egy listája, ki hanyadik, és akkor... Aha. Gondolom. Nem két zárt is nagyon megy egymás mögött. Nem ablak az, hogy bezárják. Megint harcolni fognak. Na. Rosberg és Hamilton a 14. Rosberg. Rosberg és Hamilton megint harcolnak egymással. Na megint? És Rosberg kiáll a boxba. Kimentek vagy négyen? Mi a szar, Rosberg? Kiállt?
Ki? De kiment még... A Ferrari is kim van, Sainz talán... A két Force India... Azt hiszem azaz. Ó, nekem is most kell menni. A bánatok is kint vannak. Akkor amire odaérek, addigra már üres lesz a box, nem? Hát kb. Adom. Igen, jaj, a lifetime merül. Megtanuljuk, kinek milyen sisak festése van. Lehet. Én mondjuk a kocsit nézem, nem a sisakot. De amúgy abban is van. Hát valami. Abból is, meg hát ugye az autószíne meg ilyenek az ja. Nyilván nem. Nem, Manor Racing. Nem tudom mi. Nyilván nem először néznek Forma 1-et. Nem. Nagyon jó ez pálya, nagyon kellemes egyébként. Kinek hanyas szám van a kocsi? Nem is látok számot. 33 ott van elő. 33? Hát akkor azért adja ennyire? 3 a kedves azt számon, innen... te. Hogy mondja meg? Majdnem kaptam egy áthajtásos. Ott vannak alkatrészek. Itt volt valami balhé. Bal. Hát egy ráfékezett. Kell az a Rolex oda a timer mellé. Kell, hát azon mérik az időt. Azért ilyen pontos. Atomóra. Megkaptam a keményet. Ó, és jön még mögöttem valaki. Jönnek ki, vagy négyen még. Na megint? Kijött Harriato harmadik helyen. Harriato! Button a nyolcadik. Takamata. Button versenyzik Grosjeannal. Nem Grosjeannal, tudja a bánat ki a csapattársa. Nassau is kiment. Óvatosan. Nekem te nem mondd meg, hogy mikor menjek óvatosan, nem te vezetsz. Hát tudnám, hogy ki kicsoda, akkor... Jó is lenni. Hú, de várom már azt, amikor elkezdik majd a 17-et, és már egy nehézséggel föntebb leszünk. Azt olyanokat kell majd velük harcolni. De ezt már új kormánnyal. Azt már újjal. Várj, akkor még az évben meg kéne menni, húva. Nézzétek Davét, én addig csinálok valamit. Le is veszem a kormányt. Elcsomagolsz. Elrakom. Indulása készen. Addig nézzétek meg VIP-be a Studio Tour-t. Képregénybe. Képregény módban meg tudjuk nézni, mert nem bírok izé preview-et nézni premierbe, úgyhogy... De én is, szóval ne nyavajogja azt, hogy 8700 kán van. Akkor mégsem veszek procit. Anyád! Ha csak nem E9-et szeretnél, vagy egy nagyon AMD Ryzen-t. Hát... Kéne alaplap, az a baj mindenhez. Ez nem jó. Nem kell ide proci. Új videókártya, játékod meg ezt csak. Ja, minek van ez a proci? Szar. Van a videókártyában is. Ja. Próbálnám most a... Júj! Tehát, hogy próbálnám a bal elsőket nagyon... Csadon, te mennyire adom el a régi procimat? Vigyed! Csak adj helyett egy másikat! Cseréljünk! Nagyon Studio Tour szeretném. Majd lesz. Még nincs fent YouTube-on. Hát ugye 7-én fog felkerülni, hiszen 7-én lesz az évfordulója a Studio Tourunknak. És azt kértétek, hogy évente legyen. Ti kértétek, nem a VR copy, nem. Hát de mondjad, nyilván tehát évente csinál az ember, mert az addig változott. Ja. Én hol vagyok a térképen? Nem, a régi procimat kiszögelem a falra. Látod, hogy százassal... Hallod, mindenki rajta van a térképen, csak én nem. Nekem ki kell találnom, hogy hol vagyok. Ott megy az élboly Feri, vagy mi a boly, ott olyanok lennének, nézd már. Ott néz három autót egyben. Három, öt, hat autót egyben. Látom. Arra nézzél már, hogy mi történik ott. Na, milyen VR kopik vagy? De jó, hogy még valaki pályázzon már procimra, hogy ne tudjam eldönteni, hogy...
kiveszi meg. Ja, amit aki többet fizet. Adok. Most csináltam róla, most már végre jó képet. A lassan vihető. Na. Eszik, iszik, szarik, minden ami hozzájár. Oppa, oppa, oppa. Dév babusgatta. Jó, ja, nincs kormányom, nincs mi, ha visszanézek. Hol mennek? Most már leszakadtak egymástól. Most. Nézd meg. Rájuk nézd, azt összeszakadnak. Nem ott hátrébb azért vannak. Miket harcolnak vajon? 10. meg 12. helyért. Van. Az utolsóra már most fél kört verek. Sőt, már megint kijött valaki a boxba, hallod? Azt körözni fogom, aki kijött a boxba. Azzal vajon kapsz érte 40 ezer forintot meg hamburgert. Na, én adom. Tudjátok, hogy mivel lehet hatni Feride? Hát. Most száll be. Hát, ha most még nem is körözöm rá, még a boxba van. Törte a szárnyát, vagy mit csinált? Na jó, az nem. De nekem még van itt ez a kis... Ez a rész. De lassan jövök. Rupit is kapok. Óóóó! Jöhet. Csak igazából 10 dolog van, amit meg kéne vennem, meg ilyenek. Hát a leggyorsabb kör, mondom most megyek egy lazát. Most nem a proci lesz az első. Mondom most megyek egy lazát, ez a leggyorsabb kör. Á, itt van a kis töketlen. Hát milyen lassan megy ez? Figyeld már, Dávid, nem... Nem belemenni, nem összetörni. Melyik ez az? Csak egy autó, akit éppen... Ezt nem hiszem el, ezt a mikrofon most. Remélem, már. Hogy Rosberg. Igen, oda a sült krumplia. Na megint javítok pedig. Na megint lazát megyek. Nagyon Feri, adok 10 macskát a procedér meg töltött káposztát. Én meg odaadom Dávidnak a macskát. Töltött káposzta mellé. Valakit köröző. Itt van előttem. Lassan. Azzal mi van egyébként? Nézzél már rá, hogy elhagyta az egyik kerekét. Miért nem tudok valami... rákattintani? Hát most keressem meg. 20 vagyunk? Massa! Lol, hát mi történt veled? Masszával? Nem tudom. Nem ő pördült ki, de ő pördült ki, emlékszel? Szerintem ott tört is mindent a rákba. És kiment csak első szárnya. Tehát Massa nem ferkása, várjunk már. Nem. Mióta? Ő kérlek szépen, nem ő tudom. Régen nagy ferkás volt Alonso mellett. Rexonával két van. Két broj. Petronas. Ó, majdnem ment. Nem Cserzett tudom. Mercedes, nem. Mi ez? Powered by Moss... Massa. By Massa. Miért nem írja? Eddig írta, hogy mi a bánattal van. Hello Massa, mindjárt megnézem közelebbről. Hát bánat tudja. Már megvan 2014 óta Williams-es. Ó. Oh. Akkor jó. Pedig jó fej srác. Ó, következő Feri Hungaroring, menjünk hazai pályára, KD1-2-kel. Na, Massa, szeretnének megelőzni kultúráltan. Én itt vagy hármat megelőztem ebbe a kanyarba. Úgy azt lefékeznek. Mondom, nagyon, nagyon jól lát. Williams, oké. Okay. De Williams mi? Honda? Williams Honda van olyan? Mi a bánat? Feri, biztos, hogy nem a vezetés stílusoddal van a baj? Nem tudom. Nézd már rá a gázadásaimra, hogy hogy adom a gázt. Mert én nem tudom, talán mint egy kicsikét túlságosan. Na te most itt elengedted a gázt. Nekem ment volna be a kanyarba, mert nyomja. Tehát én is elengedem, ugyanúgy. Érted? Oh, na most nézlek, azt elrontod. Hát mert nézzel. Na te itt most tövig nyomod. Én itt már kicsúsztam volna. Akkor szar a kocsid. Lehet.
De te most végig tőgázon nyomtad, én a negyedik nyomom és kipörlöm. Nem nyomtam tőgázon. Hát azt mutatta. Azt mutatta. Aha. Végig. No way. Én már ott vizétem volna. Pördültem volna. Hát most is folyamatosan kapta. Ja, cseréljünk kormányt egy versenyre. Hát de ott annyi időt át se állsz. Hát tehát nem. Ez a kormánya nem mennél akkor szerintem túl jót. Azt tudnád mennyire kell nyomni gázféget, meg ilyenek meg kell szokni. Jó. Azért nem megy, mert benzinesek vagy elektromosak? És... nincs miért baj? Azért, mert dízelt vezetek? Hát azért ott más a pedálkezelés, ez biztos. Hát már. De hát... mondom, lepadlózom az Opelt, azt... na. Te meg negyedet se nyomsz, azt megy. Te lehet, hogy azért szoktál hozzá. Nem? Nem mint hogyha úgy vezetném ezt, mint a Subarut, de... lehet. Hát de jó, de ott nyomsz egy kövéret, azt megmozdul az autó, nekem nem. Azért nyomnám szerintem itt, nem tudom. Csak egy tipp. De gondolom benne van az is. I don't know. Dávid macskai már vihetőek? Végül is igen. Kérdezi? Apex. Azt hiszem. Megoldás, vegyél egy Subarut. Igazad van. Jó megoldás. Ne vegyél Subarut, Feri. Ha nem vagy mazoista, akkor ne vegyél. Az vagy akkor nyugodtan. Maradjak biciklinél? Maradj. Előbb elindulnék Kecskemétre biciklivel, mint Subaruval. Sokkal inkább azt érezném, hogy hazajutok. Akkor múltkor mondtad, hogy valahol menjek már el veled, ne egyedülj már ott, hogyha lerohad alatt az autó. Vagy aki legyen már ott veled. Együtt szíthassuk a jó, hogy... és most is full gázon mentél. Ne én nem ott tudom. Nézd. Meg a féket is nézd. Szerdán jönnek az új operátorok. Tök. Meg azt is nézd, hogy éppen a hány ezer fordulatszámon vagyok hanyasba. Mert... ha én elpadlózom 4-esbe és te elpadlózod ugyanott 2-esbe, a 2-es ki fog pörögni, a 4-es nem. És róla, te arról vagy híres, hogy későn váltod el. Én nem tudom sajtból ezt. ...92 fokos a motor, hát komolyan. Menj a cica, Dávid! Ó... oh, lehet lisztálni. Lehet mondom, hogy free. Mi? Lehet már motta vagy free. Ja, ingyenes. Csak menjen! Ja, de ne a levesbe. KD kis cica. Melyik ez a szerencsétlen szartartály? És hárman is vannak előttem, de jó lesz! Hát mindjárt itt vagyok az élet. Hallod, mindjárt mindenkit körözök, ezt nem hiszem el. Ezt nem pont így gondoltam. Okay, the gap behind is
43. Ez mennyi? 42. Annyira vagy? Behind. Ez jó. Az egy fél pálya pont. És ez a második. A verseny végére valószínűleg meg lesz a második is körözve. Az elején meg alig bírtam őket lehagyni, emléksz az első versenyünkön? Aha. Ott szarakodtam. Csak nem kezd majd elesni az eső, mert az még megbolygathatja a dolgot. Igen, volt egy kis parancsszűrés. Ja. Az IQ-t is kivetted? Ja, hát arra lesz majd izé emoji. Ja. Csak még 4 feliratkozó kell ahhoz. És az 60... én 50-emre miért nem lesz? Mi? Ja. Az én 50-emre. Szeretnél? Szeretnél, Feri? Hát... Ha meg lesz a 69 feliratkozó, végre új emoji. Emote. Emote. Ami amúgy ugyanaz, csak Twitch-en más. Rykönnent már le is köröztük. Közben ő a 18-dik. Én ajaj, már kiestem harmadik körbe. Ne menj nekik. Most nem próbálok megelőzni egyszerű kettőt. És nem is állítunk benzint. Állíts már, az vicces. Hogy körülautózta majdnem. Dehogy nem állítok benzint, hallod? El fog fogyni. Szeretem a veszélyt. A kis pálmafa. Persze, Apex, ha... Tudom, mi is Dávidnek akkor... Csak küld. Kösz. Pit in this lap. De jó. Minek? Hát akkor... John... Nem tudom kiolvasni a nevedet. Akkor szólok valakinek, hogy szedjék ki a szekrénybe azt az 1 milliót, és hozza oda nekem. És... Műtsön meg. A közönség szinte tombol, ahogy Dávid elekörözött versenyzőket előzi. Akik elengedik őt. Halott, te pusztuljál innen! Öngyilkos osztag! Úristen! Megijedtem. 3 körre elegendő üzemanyagom van pluszban, hát normális az ilyen. Meg ne próbálj engem megelőzni, mert akkor ütök. Olyan vagy, mint vissza kézbe egy pofont! Hozzávágom a cipőmet. Nincs sejtem cipő. Ez jól esett. Mi? Áthámoztam magamat az összesen. És most bemegyek a boxba. Megérte, nem? Van kodikám, de Dávidot nézem csak, mert kiestem. Nem mentél be a boxba? Meg amúgy az sem mindegy, éppen box megy... Box az luxus? Minek fel? Ja. Kibírod Factory New gumik vannak rajta. Egyébként az sem mindegy, mennyire van befordítva a kormányod, amiközben éppen gáz nyomsz. Ja.
mint hogy láthatod. Igen. Mondom, egy Factory News összes. Nézem nálad, mert ott jobban mutatja azért a gázadás. Ah, tehát neked ilyen egyenletesen megy, nekem így megy fel a gázadásom. Oké. Okay. Hát figyelj, hát jó az. Kipörgés gátló, meg azt tudja, hogy bekapcsoljon, vagy ne. Ja, nincs is. Factory New mindjárt eldurran. Nem, még szeretek van abba. Szeretek veszélyesen élni. Jó lesz az még két körre, nem cserélünk gumit. Én megdöglöttem már, ja. Megdöglöttem már. Jár az öt körre, nem cseréled le? Már csak annyi van. Aha. LOL. És tudod, mi fog kapni a legkeményebbet? Blackfell ultra light, ja, nincs is. Hát hogy? Védem én a gumikat. Hallod jobban, mint a fákat. De nem merek nekik beszólni, hogy mások jönnek föl, mert még a végén itt megborul a dolog, aztán... Még most szólhatsz nekik, gyorsan kitolják. Hát ez egy jó gyors verseny volt, komolyan. Hát ez jó. Addig kezdtük el. Ó, nem kapom a izét. Köményet. Első szárnyak, mint kiállításon lennének. Újra végig kell előzni a nagy izét, a kukacot, oda nézzé. Új, de finom lesz, úgy beléjük robbanok. Ott fogom, ott szeretném ma kapni a defektemet. Közöttük. Van, Tomi, nekem ma kiugadt. És a Lukas gumi az nem jó. Nem. Jó. Ezt pár kanyart gyorsan ráig fogom darálni. Bekoptatom a szettet. Ezt akkor jöhet a magas fogyasztás. Mutassunk nekik egy pár gyors kört, hogy mit tud a Red Bull. Benne vagy, Feri? Mi? Benne vagy? Megmutatjuk, mit tud a Red Bull? Aha. Zsír, nyomjuk. Hát nyomjad. Én nem nyomom, nyomjam helyetted a gázt. No. Na, inkább ne akard. Ja. Ez olyan, mint Play-ten játszottam valakivel izén. Mondjad már, mi az. Nintendo Switch-en, FIFA-t. Úgyhogy én irányítottam, ő meg rúgta. Wow, ez milyen romi lehetett. Nagyon jó volt. Na pusztuljál félre, Hülkenberg, mert... Kösz. Na durrancsunk! Szia, Csárd! Ali! Hogy állsz a pakolással? Három környi üzemanyag. What? Hány százalékosak a gumit neked? Várja. Mi a kipördűt? Nézzed őket, hogy mi történik ott. Elvileg ki kell majd állnod. Hát ott verekedés van, Feri. Dávid. Hát, ha leszük baleset, nézed. Dávid! Mi van? Mondom, majd ki kell állnod, azt írják. Mert elvileg használt gumit raktak fel, vagy mi a bánat. Azért kérdezem, hogy hány százalékos. Jó. Zsírulj. Hát akkor mi a tök? Nézed már őket. Hát nem is látok térképet. Hoppá, itt a kígyó.
Mennek a kígyók! Ó, lehet, hogy most ment a leggyorsabb kör. Hopp! Ja, nem kell kiállni, jó van. Ja, sárgán volt? Ja, akkor jó. Jó, akkor... Jó, csárgán, meg vagyok, nem tudtam menni, mert oda van, már megyek, mert oda van. Na, zsír, zsír, zsír. Köszönj, csírt. A kígyók kígyóznak. Még egy leggyorsabb kör. Miért néz ki máshogy a Toro Rosso meg a Red Bull? Hogy pedig vonatoznak? Bull. És ilyen Dávidot hátam, hogy megzabáljuk az összeset. Átrágom magamat. Úristen, mennyivel gyorsabb vagyok. Rosberg megy előtted, Dávid. Jó ég. Még? Rosberg lesz az első, akit megeszel. Új, de megeszem. Kenyérrel. Semmi bajusz. A lényeg, hogy rájöttünk. Milyen vonat. Júj, de király. Csá, Rosberg, milyen hányás van? Hogy mennek, hallod? Újabb leggyorsabb. Mi a szar? És egy másodpercet javítottam. Mi van? Ó, vágom. Te, hát, de. Kicsiben másabb. Ja, meg a és még mennyi más... benzinem van, úristen. Két kör alatt fogyott fél környi üzemanyag. Anyám. És Dávid belement a kukacba. Most már ő is a kukac része. Ságrosan. Mi a pálya? Hogy vonatolnak? Menjél már, hát megtollak. Ja, tényleg, ezt megbeszéltük. Csak gondolom nem lehet ugyanúgy Red Bull a nevük. Oppa, oppa, mögötted izé van. Előzés. Nem tudom, kik azok. De valaki kielőzött valakit. Tök jó lenne, így kommentálnák amúgy tévébe is. Ha valaki kielőzött valakit. Hop, 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 erősködnek, erősködnek, odafigyeljék, mögöttem. Ariato, hajszárító. Dirt Max, kösz szépen a 11 hónapot, Jesus! Köszönjük szépen! Hoppa, hoppa! Kipördült, kipördült, és megállt a sor! Megállt a kígyó, és már nem kígyóznak a kígyók! Gyerekek! És Rosberg is valaki még eljött talán. De a 8-ból 7-en kipördültek. Nem adtam neki elég helyet. Én voltam a genyó. Köszi Dört. Még egyszer. Gyapjuk. 11 hónap. Hú, ide tapadnak a kemények. Azt a jó életbe. De keményen tapadnak. Hát én már rektelem őket. Hm. Oda vagytok, drágaságaim. Ott van. Két nap. Nice. Ki van előttem? Mindjárt meglátjuk. És lassú mindjárt büntetés. Sainz. Jöhet Dante, megbeszéltük. Nem akarnak kopni a gumik, akárhogy széttaposom őket, érted? De jó neked. Én kijöttem és már 50 volt. Engem nem szeret a csapat, vagy nem tudom. Az nice, though.
Jó az a Supra. Kösz, kösz. Kettő kör. Egy percre vagy, Dávid. Nem álltunk nehézséget. Hallod? Nem állítunk nehézséget. Következő versenyre egy percre vagy Hamiltontól, érted? Még nekem tök egy... mindegy, én úgy ki fogok esni. Kérnék egy pár kört és megeszem. Hát pedig már nincs több kör. Hoppá! Dávid show műsort vág, gyerekek, keresztbe csapja a Red Bullt. Szétrúgom. Az úgy csó körökre. Mondta Kérdés, Feri, kitört kerékkel. Hát alig hinném. Driftet kérünk, Dávid. Amúgy igen, izgi lenne. Utolsó kör. És most fogom telibe kenni ezt itt magam előtt. Melyik az a szerencsés? Jókam ráadásba mutasd Feri, hogy Räikkönenbe belecsattanok hátulról. Jó. Na mi van, Räikkönen gyász? Nem megy, mi? Final lap in the race. Kapod a kék zászlót. Neked véged. Ki kell állnod. Mehetsz ki a bukótérbe. Mennyi? Mennyi? Mennyi már? Mennyi? Hát ez ennyi volt. És eldurranna a gumi. Nekem mindegy, milyen fokozaton is. Anya azt mondta, otthon pörkölte, vár, sietek. Figyeld, milyen flagmába? Azt mindjárt kapsz egy sárga zászlót, vagy pirosat, vagy valami. Ez jól nézett ki innen föntről. Hát too easy! Too szép easy! Volt. Nice! Nice! Hát Feri, négy. Hú, ez jó! Azt tetszett. Ez tetszett. Az kéderítsi. Na, hát most sikerült az első, és így 25 pontot tudtam hozni. Lewis Hamilton, és hol van Nico Rosberg? De azért feljött pontszerzőről, hogy szakadjon meg. 8-ra feljött, 19-dik volt. Még anno, 70-ből. Ja, látod Feri, van. Van. Tök rövid volt, hallod, én még nyomnám. Úgy tényleg jó volt amúgy. Még nyom, akkor még rövid? Ja, nem azért mondtam. Hungaroringre fel kell készülni. Azért még mindig kapta. Igen, a következő egyébként Hungaroring lesz. Hogy állunk a izével? Ja? A versenyigazgatósággal? Nem, a konstruktőrök versenyével. Feri! Na mi van? Kerry, incidensek. Az első 300. Incidensek feritoták. 311-jel 20 merci. Úristen, az nagyon durva. Na hát így, hát igen, egészen jó. Az a baj, Hamilton megint csak szerezte a pontot, meg ilyenek.
talán, hogyha a Rosbergnek ennyire szépen összejönnek majd az ilyen rosszabb pozíciók, akkor még van esélye arra a világbajnok címre, hogyha hasonlóan stabilan tudom hozni ezt az első helyet, mint amennyire ez ma volt. Fie, nem vagyok messze Kwiattól. Fie, hogyha minden versenyen, mind a ketten 25-öt szerzünk, az mind a ketten elsőt vagyunk. Az akkor, jó. Akkor meg vagyunk körökkel 4 versenyen. Az még behozható. És már gólszerző helyen vagyunk, utána még egy pár verseny, és már elősz tudunk zenni. De mind a kettőnek elsőnek velem. Az nehéz lesz. Meg lesz, én azt mondom, csak hinni kell venni. Jól van. Hát ez jó. Ez jó. Okay. Csak alám megy vas. Jó, tehát alám. A Silverstone az egy jó pálya. Jó. Az egy jó pálya. Magyarország. És a következő pálya is egy különösen jó pálya lesz. Ugye Magyarország taktikás, van benne minden. Már azért rágyakoroltunk nem is olyan régen, szóval annyira nem lesz gáz. Ó, még most átrakom a... Szabad edzést, de jó, szétadnám 45-re, hát ha megtartja. De legközelebb ne felejtsük már el átállítani. És ja, menjünk magyar színekbe. Próbálunk nem csalódást okozni. Majd meglátjuk, hogyan fog ezt sikerülni. Még nem vagyok éhes, de leszek éhes. Hát igen. Hú, ez mindig egy érdekes kérdés. Én mindig úgy vagyok, hogy eszek azt a kalapont. Inkább majd rendelek mondjuk valamit, aztán egy chicken dinnert. Jó, akkor leállítom a streamet, utána nem sokkal rá újra leindítom, nem fogtok értesítést kapni, mert van ilyen nyugi a Twitchnek, viszont számítsatok arra, hogy Frostpunk indul ezután. Eléggé jó kis game-nek ígérkezik, akit érdekel, az maradjon itt. Ja. Jó. Hát szép volt, szép köszönjük volt. Köszönjük, 66 feliratkozó, várja, mi történt. Dirt Max, ja, igen, Dirt, a Rissabodat. Hello, szia. Tier 2-esre ráadásul nagyon szépen köszönjük, Dirt Max. Így már csak 2 feliratkozó hiányzik, srácok, ahhoz, hogy meglegyen az IQ97 emoji. 2 ja. Szábra vagyunk tőle. Szóval új emoji hype. Azt szerintem nem lesz olyan messze, mert 68-nál fog állnokulódni. Vagy egy darab 10-es feliratkozás, de az meg más kérdés. Szóval köszi Dirt, nem sokára itt az egy év. Köszi a részabodat, köszi, hogy már 11 hónapja támogatod a munkánkat. Ez nekünk sokat jelent, főleg, hogy Tier 2-essel. Ez meg aztán több is, mint amit... Igen, a Prime Sub is egyet ér. Vagy amit nem? Kaphatnánk. A Prime Sub az egyet ér. Most nem lesz host. Igen, most nem lesz host, mivel én jövök, magamat hoztolom. Ja. De Kurót szívesen behoztolom mindig. Ja, szóval köszi srácok, hogy már 66-an vagyunk, mint feliratkozók. Nem csak erre 69, szárnyalunk feliratkozók szárnyán. És tényleg köszönjük szépen a rengeteg támogatást nektek. Így van. Könnyítitek a munkánkat. Aki nem látta volna Autozonon új videó. Igen, egy BMW-t teszteltünk. Ja. Egy 320 lóerős BMW-t. 40. Szóval azért 340 lóerős BMW-t, bocsánat, szóval megéri megnézni. És azt lepadlózod, és nem csúszik ki úgy, mint a Forma 1-es. Ja. Szóval látjátok, mennyire szar ez a Forma 1. Szar ez a hang, ja tőled. Ez ilyen, Feri. Na, jöjj neki zene, és nem sokára jövök. Egy 5-10 perc. Oxi? Na. Sziasztok, srácok! Nem csak erre.